Három hónappal a paralimpia előtt az előzetes várakozásokat felülmúlva történelmi sikert ért el a magyar paraúszó csapat Madeirán az Európa-bajnokságon. Pécsi szempontból is a legeredményesebb Európa-bajnokság volt. Ugye Konkol Zsófinak sikerült háromszor Európa-bajnoki címet szerezni. Volt egy ezüstérme a váltóval, ott hagytunk egy aranyérmet a váltóval, a sajnos szabálytalan váltás miatt kizárták az első helyről, és hát Iván Bence két bronzérmet tudott hazahozni. A válogatott második legeredményesebb sportolója volt Konkol Zsófia 4 érmével. Hát én nem érmekben néztem az eredményemet, hanem inkább az időeredményemet szerettem volna megjavítani. Örülök, hogy ez sikerült. A kedvenc felső számom mindig a 100 pille, bár most a 200-vegyes is bekerült a szívembe. Nem tudom, hogy mit várhatok Tokiótól, ugye ez még csak egy Európa-bajnokság volt, Tokió még messze van, úgyhogy nekiállok az edzéseknek erősen. Nyomom, és majd meglátjuk, mit tudok belőle kihozni. Szerintem mindenben megvan a szintem, amit úszhatok a kategóriámban, úgyhogy kimaxoltam. Iván Bence, aki első paralimpiájára készül, 2 bronzérmet szerzett a kontinens viadalon. Hát így magammal szemben 1 érmet vártam, így előzetesen a rajtlisták alapján, így a 100 mellen az érem az engem is meglepett, így a mezőnyt látva, de örülök mindkét éremnek, és túl teljesítettem amit elvártam magamtól. De inkább a 2-vegyes, meg ez hosszabb is, meg taktikusabban is lehet úszni, úgyhogy azt jobban szeretem, mint a 100 mellett. Hát így vegyesen ezzel az idővel 8. leszek a kvalifikációs világranglistán, ami egész jónak számít. Ha így maradna minden, akkor az azt jelenti, hogy döntőt úszok már vegyesen, szóval ennek örülni kell, de hát ennél jobbat kell majd úszni reggel az előfutamokban, majd meglátjuk, mi lesz az elég. A sportolók speciális edzésmódszerrel készülnek a paralimpiára. A funkcionális tréningek Iván Bence ízületi mozgékonyságát növelik, Konkol Zsófiánál pedig az izomegyensúly megteremtése és fenntartása a cél. A szakosztályvezető szerint a sikerek egy egész csapat munkájának köszönhetőek. Ebbe a szakmai tímbe úszóedzők, funkcionális trénerek, dietetikusok és egyéni képzést vezető edzők is beletartoznak. Igazából ez az eredmény annak köszönhető, hogy nem nagyon nézegettük, hogy mi lehet ezen az Európa-bajnokságon, hanem a saját időnkkel, saját edzésünkkel, saját magunkkal foglalkoztunk. Megmondom őszintén, kincsen néztük meg, hogy milyen ellenfelek lesznek, milyen idővel. Úgyhogy a versenyen csak avval foglalkoztunk, hogy az adott feladatot mind a két sportoló meg tudja csinálni. Ők megcsinálták, ez erre volt elég, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és próbálunk ebbe a szellembe tovább menni. Nem számolgatunk a paralimpiára, nyilván ez egy nagyon szép eredmény, de egy paralimpia azért mindig más. Mi most készülünk, és ugyanúgy ezen az úton szeretnénk tovább haladni. Ugyanezekből a számokból szeretnénk menni, illetve Zsófinak most hála Istennek bejött egy-két szám, amivel nem számoltunk, de végig is nagyon jól szerepelt, úgyhogy a Zsófi amiből lehet mindenből indul, a Bencének eddig 2 szám, ami reális, illetve hát még Berlinben megpróbál úszni egy szintidőt, ha sikerül, akkor 3 számból tud majd nevezni. Szerintem teljesen annak köszönhető, hogy elkezdtem szárazföldi edzés, a dietetikus, ugye Árpival is nagyon jó a viszonyom, úgyhogy ezek mind hozzájárultak ehhez a sikerhez. Nekem nagyon sokban, mert mivel én máshogy edzek, mint a Zsófi, vagy az Ádám, vagy a Tomi, mert én csak nyújtani járok a dobozba, és nekem nagyon sokat segített a hátúszásomat pillangóba, de még mellábat is szoktunk nyújtani, szóval nekem nagyon sokat segít ez a szárazföldi edzés. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése értelmében a tokiói nyári paralimpiai játékokat 2021. augusztus 25-e és szeptember 5-e között rendezik meg.